Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket itt a Minimano live adásában. Végre itt lehetünk veletek. Hát természetesen, vagy nem természetesen, sajnos egy pici csúszással kezdtük, úgyhogy elnézéseteket kérjük. A technika ördöge azért mindig csavar rajtunk egyet, de most már itt vagyunk ezerrel. Remélem, ti is kipihentétek magatokat. Mi is kipihentük magunkat. Vége van a nyári szünetnek. És most már innentől kezdve folyamatosan ismét számíthattok ránk, és izgisebbnél izgisebb témákkal fogunk hétről hétre jelentkezni. Egy csomó meglepetést tervezünk nektek, és hát továbbra is várjuk tőletek az ötleteket, és mindenféleképpen azon vagyunk, és azt szeretnénk, hogy a lehető legnagyobb segítséget nyújtsuk nektek, akármilyen távolságban is vagytok. Nagyon-nagyon jó érzés nekünk, hogy itt az üzletben sokan jöttök úgy hozzánk, és fordultok hozzánk, hogy jó így élőbe látni minket, és tulajdonképpen végig követtetek követtétek a live-adásainkat, végig néztétek az alatt, az idő alatt is, amikor nem lehetett személyesen bejönni hozzánk, és hát főleg, amikor hozzátok nekünk a cuki babáitokat, és mutatjátok, hogy hát most már itt van ő, és kívül van, ez meg aztán különlegesen nagyon jó érzés mindannyiunknak. Úgyhogy bele is csapunk, mert ugye egy pici csúszásban vagyunk, hála Istennek, drága Julikánk elfogadta a meghívásunkat, nagyon sok szeretettel köszöntöm Csetneki Juli szülésznőt, és ő a mi szakértőnk, mindannyiunk Julikája, és azt gondolom, hogy már ti is, akik követtek minket több adáson keresztül, bizony megbizonyosodhattok róla, hogy az ő szakértelme az, hát szerintem mindenkiét, ha nem is felülmúlja, de nagyon-nagyon érdemes inni a szavait, mert rengeteg olyan tanácsot kaptok, amit szerintem mástól nem hallhattok. A mai témánk az ugye a mindannyiótok által nagyon kiélezett kérdés, hogy hogyan tápláljuk a babócát, és ehhez szeretnénk nektek iránymutatást adni. Ugye a címünk is erre utalt, hogy így tápláljuk a babát. Természetesen ugye az alap gondolat és az alap vonal az mindenféleképpen az anyateljes táplálás, és nem győzzük eleget hangsúlyozni a fontosságát, a főleg ebben a jelenlegi nehéz szituációban is. Természetesen a baba immunrendszere miatt is rendkívül fontos, hogy ameddig csak lehet, minél tovább tudjátok anyatejjel táplálni a babócát. Természetesen nem mindig adatik meg hosszú időn keresztül, és akkor a fejetekben forgó gyakori kérdéseket gyűjtöttük össze, hogy mi az, amikor feltétlenül csekkolni kell a szopizott mennyiséget, mi az, amikor esetleg pótolni kell, mi az az időszak, mikor kell esetleg tápszerhez nyúlni, ha pótolni kell, akkor milyen eszközzel kell pótolni, és így tovább. Úgyhogy nagyjából így felvezettem, hogy mik azok a főbb témák, amivel foglalkozni fogunk. Úgyhogy Julikám, átadom neked a szót. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket én is. Gyakorlatilag azt szeretném kérni, hogy a várandósok sem menjenek világgá most ettől a témától, mert igenis rengeteg mindent próbálunk elmondani arról, hogy milyen sok, mennyire fontos a szoptatás, és utána, hogy mire figyeljetek, hogy minél tartósabb legyen a szoptatás, viszont minél egészségesebb legyen a babátok. És azok az anyukák sem, akik viszont nem szoptatják már a babát, és a hozzátáplálásban gondolkoznak, mert ugyanazok, amiket most mi elmondunk, tanácsokat, azt kell egy kicsit előbbre hozni azoknak az édesanyáknak, akik mesterségesen, tehát döntően tápszerrel táplálják a babát. Amit most elmondunk, az anyatejes táplálás.
babáknak a hozzátáplálásáról. De hát természetesen a legelejétől kell kezdjük, egy kicsit ott dinamikusabban haladunk, de muszáj mégis a legelejétől kezdeni a megszületés utáni időszakról. Kérem szépen a következő diát. Ezt nem saját kútfőből vesztem, amiket itt most elmondunk nektek, mert közel most már 2 éve megszületett az a fantasztikus szakmai irányelv, amit az ország legjobb gyermekgyógyász szakemberei, a babáknak a gastroenterológusai, táplálási szakemberek és védőnők írtak, és valami hihetetlenül fontos, és mégpedig kérem a következőt azért, mert kiderült, hogy Magyarországon sokkal több baba van, mint az átlag a környező országokban, aki vashiányos, ételallergiás, így például gluténérzékeny is, tehát nagyságrendekkel több van Magyarországon, ami egy óriási baj, és bizony itt ebben lépni kellett, és ezért kell nektek is most azért odafigyelni. És hát ami nagyon nagy probléma volt, hogy abban a régi táplálási módszerekkel, amiket elmondtunk nektek, nem ismerték meg a babák, csak nagyon későn a természetes ízeket, és ezért aztán odáig jutottunk, hogy nagyon egysikú lett a táplálkozás, és nem is jutottak hozzá azokhoz a táplálékokhoz időben a babák, amire szükség volt, mert 6 hónapos korára a babának, az édesanyjának a vasraktárai kiürülnek, és nincs elegendő, nem kap elegendő vasat például a baba, és hát ami igazán nagyon fontos, hogy semmi szükség nincs, hogy folyamatosan diétáznia kelljen egy egész életen keresztül a gyerekeknek. Tehát kiderült, hogy Magyarországon bizony nagyon-nagyon későn kezdtük el a hozzátáplálást, aminek az lett a következménye, amiket elmondtam, hogy bizony nagyon sok probléma volt utána további táplálkozásban, de még felnőtt korban is, mert hát bizony nagyon sok fiatal föl sem merülhet, hogy megegyen egy gyümölcsöt, főleg egy fanyarabb gyümölcsöt, leragadtak a rántott hús és a húslevesnél, tehát muszáj, hogy beszéljünk erről, és nem a tiltások mentén, és természetesen nem arról van szó, hogy az anyateljes táplálásnak a háttérbe szorításával. Ugye elindul a szoptatás a szülőágyon, amikor elindul, de akkor sem kell kétségbe esni, ha egy kicsit később indul el, de általában a mai rendszerben bizony elindul, és minden szülészeten tartják azt az aranyórát, vagy aranyórákat, amikor az édesanya mellkasán, először a hasán, majd a mellkasán tölt a kisbaba, és próbálkoznak a szoptatással. Ilyenkor már általában ott vannak az édesapák is, azok is, akik nem voltak ott a szülésnél, mert bizony az sem baj, ha nincsenek ott, ahogy ők érzik, és gyakorlatilag abban az időszakban viszont már nagyon javaslom, hogy mindenki legyen bent, hogy együtt tudjatok a hármasba a család születésének, hiszen így teljes az egység. Úgyhogy nagyon remélem, hogy apukák is vannak velünk, hiszen itt már ők is nagyon-nagyon sok mindent tudnak segíteni. És ugye a császármetszéstől szoktatok rémüldözni, nem kell attól sem tartani, mert ott is meg kell próbálni, hogy minél előbb kapjátok meg a babát. Kérjétek, jó nagyra nyissátok a szátokat, kérem a babámat, és próbáljátok szoptatni már akár a műtőasztalon, vagy utána az őrzőszobában segítenek, próbálkozzatok vele, mert minél hamarabb indul be, annál jobb lesz, és annál egyszerűbben fog beindulni az anyatejnek a termelődése. Mehetünk tovább. Ezeket a diákat nem kell ám leírogatni, mert lesz benne jó néhány táblázat, mert egy-két napon belül általában másnap a Dorothy ki szokta tenni a honlapra, tehát meg fogjátok találni meg a Facebookra, úgyhogy ne aggódjatok, nem kell, figyeljetek, nyugodtan lazítsatok, és ígyétek egy kicsit bele magatokat ebbe a témába. Tehát mindenképpen az lenne fontos, hogy háborítatlanul együtt legyetek a babátokkal, bőrkontaktusba, testkontaktusba, és próbáljatok szoptatni.
Nagyon fontos, hogy rumingines ellátásban legyetek a kisbabával, mert akkor látjátok és veszitek le az ő reakcióit, és tudjátok minél gyakrabban merre tenni. Nem adjátok be semmiképpen sem a csecsemősöknek a babát, hiszen neki nem a csecsemős nővérre van szükség, akit nem is ismer, nem az ottani zajokra, hanem édesanyára vagy édesapára, aki ismeri a hangját, az anyukának a szívdobbanását is, és akkor a baba is nyugodt lesz, mert egy izgatott kisbabát nem tudtok megszoktatni. Lehetőleg maradjon a baba mindig a közeletekbe, az sajnos bizonyított, hogy nagyon árt a babáknak az, hogyha egy ágyba vagytok, már olyan értelemben, nem az, hogy az rossz, csak hogyha együtt alszatok, a csecsemőhalál szindróma sokkal gyakrabban fordul elő ilyen babáknál, tehát azért, hogyha csak lehet, ha elalszatok együtt, nincs semmi baj, de ne csináljatok belőle rendszert, a gyerek besüpped, befordul könnyen, és egyszerűen egy fulladás is létrejöhet. Ugye az esetek legnagyobb részében a babák már szopnak az első életórában, de ha nem, akkor majd később próbálkozni kell vele, és utána már az első napokban csak párszor szopnak, négyszer, ötször az első napokban, de akkor is az első egy-két napban, de próbáljátok, ha tudjátok. Gyakrabban merre tenni, de már a harmadik naptól akár 8-12-szer is szopnak. Ne korlátozzátok lehetőleg a szoptatások számát, de az idejét sem. Eleinte a kicsiknek lehet, hogy kell egyik cicin 15-20 perc, másik cicin 15-20 perc, és akkor az kiderül, hogy az már lehet 30-40 perc, nem baj. Ahogy telnek a napok, a hetek, le fog csökkenni 15-20 percre, de lehet már, akár, hogy fél éves kora körül, de lehet, hogy már 4 hónaposan 5 perc alatt kiszívja a neki szükséges mennyiségeket. Tudjátok azt is, hogy a szoptatás az nem csak táplálkozás, hanem az egy összebújás, a lelketek, az összetartozás, a nyugalom, a biztonság a babának. Minél gyakrabban szoptatok, és éjszaka is szoptatok, annál hosszabb ideig lesz szoptatott a babátok, és lesz bővebb a tejtermelésetek. Mehetünk egy táblázatra tovább, ahol látjátok, és ezeket talán érdemes lesz lefényképezni. Kérem szépen a következőt, az ezután lévőt, az ötös diát, mert ezen látjátok, hogy az első nap, hogy hányszor szopnak általában a babák, és ilyenkor ugye elkezd a súlyesés, a testsúlyuk elkezd csökkenni, ez az élettani súlyvesztés, ami nem az első nap mindjárt 10%, hanem körülbelül a harmadik napig csökken a súlyuk, és akkor se szokta elérni a 7%-nál többet, de ha már, akkor már el kell kezdeni megfigyelni a szoptatást, ha 7%-ot csökken, és ha már eléri a 10%-ot, akkor biztos módon nagyon komolyan kell a szakember segítsége, hogy megfigyelje a szopási technikát, és a megfelelő merre helyezést, és akkor ők segíteni fognak nektek. Általában a negyedik napra leáll a súlycsökkenés, és elindul egy fantasztikus, dinamikus súlygyarapodás, és ezen a táblázaton látjátok, hogy alig van eleinte pisiska kis pelenkája a babának, és ez azért van, mert tartalékol a szervezete a vizet, mert hiszen nagyon pici mennyiségekhez jut. Látjátok azt, hogy ilyen 3 milliliter testsúly kilogrammonként, amihez hozzájut a baba, tehát egy 3 kilós gyerek 9 milliliternyi tejhez jut jó esetben az első napon, és aztán szépen fokozatosan nő a mennyisége. Ezt, akik még várandósok, ezt a táblázatot érdemes, vagy az első gyereknél nem ment olyan jól a szoptatás, akkor érdemes eltenni a következő baba születéséig. Következő dián látszik is, hogy is néz ki a babának a gyomra, és ahogy látjátok, hogy az első nap azért elegendő neki ez a kicsi, mert akkor még olyan picike, Klári mutatja is nektek, a babának a gyomor mérete,
mint egy gyöngyöcske. Mindjárt látni fogjátok. Mert ilyenkor az elfogyasztott mennyiség az első napokban, ugye, ahogy majd szértünk is, 3-tól, és aztán ugye a harmadik, a negyedik napnál van tesült kianlagamonként, hogy 40 milliliterig eljut. Ami megfelel a gyomorméretnek, hiszen ott látjátok utána, hogy a harmadik nap már nagyobb, mint egy fűrtojás, és a tizedik napra lesz akkora, mint egy pingpong labda, amikor már nagyságrendekkel nagyobb szopási mennyiségek lesznek, és szopási igénye is lesz a kisbabának. Tehát a természet tudja, hogy mit miért csinál. Nagyon-nagyon klasszul fogja most a Klári, tehát ezt így látjátok. Úgyhogy nem kell elheroizálni, és ami a legfontosabb, hogy nem kell pótlást adni. Tehát ezért beszélünk erről ebben a témában is, mert semmiféle pótlásra nincs szükség. Mikor lehet szükség pótlásra, a következő dián foglaltam össze, akkor, ha túlfut a babának, a születési súlyának a 10%-án is akár a élettani súly csökkenésen túlfut a babának a súly csökkenése, és nem sikerül a szakemberek segítségével sem elérni, hogy megálljon legalább ugye a harmadik napra a súly csökkenés. Hát ilyenkor elkezdi a szakember úgy merre tenni, és mindenfélét megpróbálni, viszont nektek ahhoz egy kicsit fel kell készíteni a mellett, és nem lehet várni a csodát, hogy napokon keresztül nem tud a baba hatékonyan szopni, nem kerül jól merre, valami miatt letapadt a nyelve, vagy egyéb probléma van, hanem, vagy bimbók probléma van, bármi előfordulhat, hanem akkor el kell kezdeni fejni, mert csak arra az ingerre termelődik igazán megfelelően az anyatej, ha az ki van ürítve. Ilyenkor eleinte akár nyomkodhatjátok is ki a melletekből az anyatejet kézzel is, és aztán utána második, harmadik napon, ha még mindig nem sikerül, akkor is anyatejet kell fakasztani a babának, hogyha nem tudjátok a babát szoptatni, és akkor el kell kezdeni melszívóval fejni, hogy a baba a későbbiekben, amikor merre tud kerülni, akkorra már egyrészt addig mindig a ti tejeketeket kapja szoptatásbarát módon, másrészt pedig addigra ugye erősödjön a szoptatásbarát eszközzel megitatott anyatejből. És a tejetek is termelődjön az életnapoknak megfelelően, hogy minél többet tudjatok adni, amennyire neki szüksége van abban az életszakaszban. Ehhez nagyon fontos, hogy megfelelő melszívót használjatok, és sajnos ilyen esetekben a szopott anyatej mennyiségét is le kell mérni, mert abból tudnak csak tájékozódni az egészségügyi dolgozók, hogy van-e szükség, és milyen mennyiségű pótlásra van szükség. De pótlást csak orvos rendelhet el, tehát nem vásárolunk tápszert, hanem orvos segítségével adunk, tehát az ő rendelkezésére adhattok csak a babának tápszert, mert mindaddig, amíg az orvos nem mondja ki, hogy itt olyan súlystagnálás van, vagy súlyesés van, és ami miatt szükség van rá, és nem tudtok addigra annyi tejet idézőjelbe fakasztani. Ezekre vannak speciális eszközök is, amik segítségetekre lehetnek. Ilyen egy anyatejgyűjtés, szilikon melszívó eszköz, amiből többfélét lehet kapni a kereskedelembe. Ezek az a lényege, hogy rá tudjátok cuppantani a melletekre, nem kell pumpálni, és gyakorlatilag csinálja az ingert, és felkészíti a melleteket, és hogyha jó be van nyomva, akkor remekül ki is szívja
a tejet, azt a pár csepp tejet a melletekből, tehát, és nagyon kényelmesen, kicsi kis eszköz, nagyon remekül tudjátok használni. Aztán utána az anyatej mennyiségét is tudjátok vele fokozni, ami nagyon sokszor szükség lehet, és vannak édesanyák, akiknek miközben egyik melükből szoptatnak, a másikből csopog a tej, akkor erre is ez nagyon jó, mert beakasztják a nyakukba vele a jó kis kötél, mi ez? Hát szalaggal, nem kötél, hát nem fölkötjük magunkat, és akkor gyakorlatilag, ahogyha a baba miközben szoptatjátok. Egy időszak, szoptatjuk a másikban, meg gyűjtjük a kicsurgó tejecskét, és egy csepp sem vész kárba. Így van. És akkor a kicsurgó tejet tök könnyen ebbe akár a babának lehet adni, vagy akár el lehet tárolni egy tárolódobozkába, vagy tejtároló zacskóba, le lehet fagyasztani később, tehát nem kell még egy eszközt bevetni ehhez, tehát ez egy nagyon hasznos. Igen, és nagyon-nagyon jól mondta és mutatta el a Klári, és még egy fontos dolog van, hogyha mind a két mellett éri egyszerre az inger, akkor sokkal gyorsabban és több tej ürül. Tehát, hogyha még gyenge a baba és gyengén szopik, akkor ezzel a módszerrel könnyebben fog beindulni a tejleadó reflex, és könnyebben fog ürülni a mell. Többféle ilyen eszközt lehet kapni, arra figyeljetek, hogy mindenképpen legyen ez a madzag, mert egyébként nagyon sokszor lerúgja a baba, kicsit mozdul az édesanya, és akkor a kincset érő anyatej kifolyik, ami bizony nagyon nagy baj. És akkor a mellszívók, nagyon sokszor beszélünk róluk, kérem szépen a következő diák. Ezt is jobban jártok, hogyha Klári beszél róla. Én annyit szeretnék mondani, hogy ha tuti minőséget akartok, akkor olyat vásároljatok, ami orvostechnikai eszköz besorolású, mert aznak annyira folyamatosan, tehát eleve nagyon-nagyon jónak és hatékonynak kell lennie, és olyannak, ami kevésbé okoz sérülést. Másrészt viszont folyamatosan ellenőrzik a gyártást, a minőséget, és abban a pillanatban elveszti a besorolását, az orvostechnikai eszköz besorolását, hogyha nem felel meg ennek. És ami még nagyon fontos, hogy úgy tudtok tájékozódni, hogy a dobozon rajta kell lennie ennek a céljeljelnek, mert az az alapfeltétele, hogy orvostechnikai eszköz. Hát itt én egy pár modellt látjátok ugyan a rajzon, de azért a kezemben is van. Tehát amikor választotok, akkor amit Julika is említett, nézzétek meg a dobozon, hogy legyen orvostechnikai eszköznek való minősítése. Ezen kívül akár kézi, akár elektromos mellszívóról van szó. Én azt szoktam nektek tanácsolni, hogy mindenféleképpen keressetek olyan piktogramot rajta, amin látszik, hogy két fázisú a mellszívó. Tehát van stimuláló és szívó funkciója, és a stimuláló funkció ugye nagyban segít abban, hogy beinduljon a tejtermelés. Tehát nagyon sokszor kérdezitek tőlem, hogy hát majd mi a francnak vigyek be mellszívót, majd ha kell, akkor veszek, stb. Csak az a baj, hogy ilyenkor telnek a napok, és hogyha nincs ott rögtön kéznél, akkor már elindulhat abba az irányba maga a szoptatási mechanizmus, amit nem szeretnénk. Tehát én azt gondolom, hogy a mellszívó prevenció is. Tehát itt meg tudjuk előzni azt, hogy ne kerüljön arra sor, hogy esetleg más eszközbe kelljen vetni, és azzal pótolni kelljen az anyatejet, hanem a maradékot le tudjuk fejni, illetve a stimuláló funkciója által segítkezünk abban, hogy minél inkább beinduljon a tejtermelés, és aztán a második fázisnál meg sokkal hosszabb az útja, tehát az már egy hatékonyabb olyan ütem, ahol magadnak ki tudod választani, ami a legkényelmesebb, de akkor már jelentősen tudod a tejcsit kifejni a mellettből. Tehát megoldható kézivel is, nem kíméli annyira az idejedet, de legalább egy kézi mellszívó szerintem mindenféleképpen kellene, hogy legyen. Nyilvánvalóan egy elektromos mellszívónál sokkal egyszerűbb az élet, főleg ennél a típusnál, aminek csak egy kis, ilyen picike kis motorja van, hogy elfér a tenyeremben. Van egy puffer powerbankja, amivel bárhol, bármikor tudjátok tölteni.
és neki szintén van stimuláló és szívó funkciója, és azt a módozatot tudjátok megtalálni, ami nektek a legkényelmesebb, és ugye ez volt a stimuláló az előbb, és ez pedig a szívó funkció. Nagyon remélem, hogy nem halljátok, csak nagyon picit, mert borzasztóan csendes, tehát ez megint nem egy elhanyagolható szempont, mert ugye, ahogy említettük, éjszaka is kell fejni, tehát nem mindegy, hogy egy ilyen robosztus nagy motor hangot kell hallani éjszaka, vagy csak egy ilyen kis szolid csendes valamit. Jó, tehát ezek olyan fontos szempontok, amit a vásárlás előtt azért érdemes átgondolni. És akkor a harmadik szerintem nagyon fontos dolog az, hogy lehessen opció a töltsérméretben, mert nagyon sok cégnél nincs választási lehetőség, már pedig a kismamáink nem mindegyike egyforma méretű, tehát nagyon sokszor nem a készülékkel van probléma, hanem hogyha nem jó a méret, akkor az vagy fájdalmas, vagy nincs normálisan vákum, tehát itt is ez is egy hiba lehetőség, ami előfordulhat. Jó, tehát ezeket a szempontokat vegyétek figyelembe, légy szíves. Nagyon-nagyon jó. Akkor mondott Klári, és akkor azoknál az édesanyáknál, mert ugye most itt olyanokról is szó van, akiknek valami probléma van a babával, tehát hogy nem tud a baba szopni, kissúlyú, koraszülött, beteg, mert hát sajnos ugye olyan is előfordul, és olyankor még fontosabb az anyatej, ikerbabáknál, ahol túl kell stimulálni a tejet, ott pedig a dupla melszívó használata, tehát hogyha vagy hamar vissza kell menni dolgozni, egyetemre jártok, most pont egy nagyon kedves kis ismerősömnek, kis családtagom, ilyen, hogy vissza kell mennie ugye tanulni, ami teljesen szuper, meg nagyon gratulálunk hozzá, de közben pedig a babának a szoptatását, illetve a etetését kell megoldani. És mégpedig hogyan? Menjünk át a következő ábrára. Elsődlegesen ugye a lefejtel jön szóba. Másodlagosan jön az, hogy egy a tej leadóból, anyatejgyűjtőből donortej, ami szinte elképzelhetetlenül ritka, hogy legyen, hogy döntően csak a beteg babáknak tudnak, főleg ugye például Pesten adni, mert nagyon kevés édesanya vállalja be, nem is csodálom azt, hogy ugye plusz tejet adjon, de hát azért vannak, akik előtt tényleg le a kalapot, mert nagyon-nagyon sokat tesznek, és hát ugye csak amikor ezek nem sikerülnek, akkor jöhet szóba a tápszeradása, ahogy beszéltünk róla orvossal megbeszélve. És az is fontos, hogy hogyan adjuk, mert vannak olyan szoptatásbarát módszerek, amik rendkívül jók. Vannak olyan eszközök, amikkel szoptatás közben tudtok adni a babának. Klári, bevállalod, hogy megmutatod ezeket, legalábbis az első eszköz az a szoptanit. Igen, tehát a kezemben van egy olyan szerintem nagyon klassz szoptatásbarát eszköz, aminél ugye hát egy icipicit becsapjuk a babócát, tehát ugyanúgy megmarad a test közelsége, ugye bekapja a bimbót, ugye egy ilyen nagyon-nagyon hajszálvékony kis csövecskén keresztül két kis szondácska van, amit bekap a babó, és azon keresztül jön a tejecske, de ugyanúgy az ő kis mechanizmusával inspirálni is tudja azt, hogy lendítsünk a tejtermelésen. Tehát ez egy kifejezetten olyan eszköz, ami abszolút nem lustítja el a babát, és inspirálja az anyukának a hormonjait is a további tejtermelődésre. Tehát ez az egyik, amit tiszta szívvel merünk, illetve szoktunk javasolni. Aztán itt most az első napokról beszélünk. Igen. Tehát amikor még ilyen nem annyira mérhető mennyiségekről beszélünk, hanem ilyen 20-30 millis adagokról. Maximum pár milli. Tehát egy fecskendő. Meg egy-egy csepp. Tehát egy kis fecskendő is abszolút megteszi ezt a szolgálatot, vagy esetleg egy szonda, ugye az igen, pedig... Igen, ez gyakorlatilag
Hát egy hatos szondát javaslok én, ez ilyen kis vékony szonda, és lehet kapni a gyógyszertárakban, meg gyógyászati segédeszközös boltban, mert ezt ugyanúgy, mint ennek a szoptanitnál, ide tudjátok egy bőrbarát leukoplasztal a mellettekhez ragasztani, és akkor a szoptatás közben, hogyha a gyerek még nem tud szívni, akkor tudjátok, ebből igen nagyon-nagyon óvatosan, lassan, egy-egy cseppenként segíteni a babának, és adagolni a szájacskájában. Na most ugye a szoptanitnál az a jó, hogy ott is tudjátok megnyomni azt a kis tartókájt, kis kulacskát, és akkor úgy tudjátok, és ő közben szív. Hogyha ha már tud erősen szívni, akkor nem is kell közbe a kulacskából letetni, időtakarékosabb is. Ez pedig hát döntően gazdaságos, mert hát ugye minimális a befektetés, mert pár forintba került, én egy pár forint, 8 forint, vagy valami ilyesmi, egy fecskendő, és hogyha nagyon kevés a tej és aluszékony a baba, akkor akár az egy-egy cseppet is föl tudjátok szívni a bimbótokról, és oda tudjátok adni a babának. Kérjétek mindig szakember segítségét, megyünk tovább, mert ott aztán lesznek, és akkor jönnek azok az eszközök, amiket a következő dián, amiket viszont a lefejtejet lehet vele könnyedén adagolni. Igen, tehát erre szerintem abszolút az egyik legideálisabb eszköz ez az úgynevezett svéd itatópohár, ahol ugye a kis beosztások által azért látjuk is, hogy milyen a mennyiség. Itt a svéd itatópohárnak ez a kis csőre segít abban, hogy a babának a nyelvét egy picit letolva szépen ügyesen tudjuk adagolni a lefejtejcsit. Nyilvánvalóan meg kell várni, hogy amit begyűjtött, azt lenyelje, szóval ezt sem lehet dönteni nagyon intenzíven, hanem szépen lassan, óvatosan. Viszont ugye mindig az elsődleges szempontunk, hogy a baba ne lustuljon el, ne kapjon cumis üveget, mert ő csak pici, de nem hülye. Tehát rá fog jönni arra, hogyha könnyebb ellenállásból kap táplálékot, akkor már egy pár nap alatt is el lehet lustítani, tehát ezeket mind meg kell, hogy előzzük. Itt, ha éhes a drágám, akkor eszik belőle, és kész. Viszont nem lesz a ruhácskája csuram tejcsés, mert ez a kis csőre segít abban. Vagy pedig létezik egy ilyen speciális gyógyszeradagoló kanál, ennek vannak ilyen kis tappancsai, ami megtámasztja, hogyha letesszük az asztalra, és akkor nem borul ki, és akkor ebben is látjuk a beosztásokban, hogy milyen mennyiséget adtunk, és ez a kis öblös kis kanál része, az pedig nem engedi, hogy kibillenjen belőle a tejecske. Tehát ez mindkét eszköz olyan, ami segít abban, hogy hatékonyan tudjátok etetni a picót, de ne lustuljon el. Így van, és ne legyen cumizavaros. És akkor menjünk tovább, hogy otthon mi a helyzet, és akkor már haladunk majd dinamikusan. Ja, amiről beszéltünk eddig, hogy mindent megteszünk azért, és erről szólt az eddigi történet, hogy a baba ugyanúgy a betöltött 5, de akár 6 hónapig is kizárólag szopjon. A babáknál nem kell a babákat folyamatosan méregetni, mert ha elkezdődik a súlygyarapodás és az dinamikus, akkor nem kell a szopott anyatej mennyiségét méregetni, mert akkor semmi más nem értek el vele, mint az, hogy elbizonytalanodtok, és gyakorlatilag még az önbizalmatok is elmegy. Tulajdonképpen onnantól, amikortól hazaértek a kórházba, és ha még nem kezdődött el a súlygyarapodása igazán a babának, akkor addig a védőnő mindig ki fog hozzátok minden nap lehetőleg menni, és megfigyeli, hogy mi a helyzet, és csak akkor, hogyha nem tudjátok ezekkel a módszerekkel megoldani, csak akkor fordulhat elő, hogy tápszert kapjon, és csak indokolt esetben ne vásároljatok előre tápszert, az mindig rosszra vezet,
Tehát ha valami kéz közelben van, olyanokat szoktak mondani, hogy dugjátok el magatok elől. Hát nem vagytok ti balgák, hogy ne találjátok meg, és akkor ne adjátok oda esetleg az első ordítós éjszakán, más módszerekhez nyúlunk. De van, amikor nem elég az anyatej, következő diát kérjük szépen. És hát ilyenkor fordul az elő, hogy méregetni kell a szopott tej mennyiségét, és ha nem elegendő a szopott anyatej mennyisége, amit majd a következő ábrán meg fogok nektek mutatni, hogy hogyan számolunk ki, akkor bizony ki kell egészíteni arra a mennyiségre, ami akkor a babának szükséges abba az életszakaszban. Csak akkor kell tovább pótlást adni, hogyha a súlygyarapodás megáll, tehát hogyha a súlygyarapodás megáll, illetve hogyha stagnál a babának a súlya, ahogy elkezd emelkedni, folyamatosan, de már akár a stagnálásnál csökkenteni kell a pótlásnak a mennyiségét. Na most egy kicsi számtan a következő dián, mert állandóan ilyen számmisztikába szoktak az anyukák, tehát a következő dián, a 14-ese, mindjárt látjátok, hogy hogy is derül ki, hogy mennyit kell a babának, mennyit kellene szopni. Amikor a kicsi még egészen fiatal, akkor mondjuk 3 kilós az a baba. Akkor a 3 kilós babának kilónként 120 milliliter a szopott anyatej mennyisége minimálisan, tehát, mivel ő egy 3 kilós, ezért 360 grammot kellene neki minimálisan megenni. Ami a maximális mennyiség, de ezek olyan nincs egy babánál, hogy maximális, mert addig szopik, amíg ő úgy érzi, meg az anya is, tehát ez egy ilyen mondva csinált egy kicsit, de ettől függetlenül mindig szoktátok kérdezni, és csak ilyen irányok ezek, tehát nem kell ebbe a számmisztikába beleesni, akkor a maximum a 150, tehát az előbb voltunk 360 ml-nél, itt pedig 450 ml, az az anyatejnek a mennyisége, amit a baba ideálisan, vagy maximálisan, de mondom, nincs ilyen, megeszik. Na most, hogy mennyit jó, hogyha gyarapszik a baba súlya, azt a következő dián látjuk. Az az ideális, hogyha az első 4 hónapban hetente 150-200 grammot hízik, lesz olyan baba, aki 350-et fog hízni, váltakozik, tehát nem kell ezen idegesíteni magatokat, nem kell folyton méregetni, egy héten egyszer, elég untig, vagy 2 hétben egyszer, vagy csak a védőnőnél. Tehát amikor jó dinamikus súlygyarapodás van, nem esünk bele abba a misztikába, hogy mi van a babának a mérlegén. 4-6 hónapos kor körül már csökken, ahogy látjátok, mégpedig jelentősen, és 6 hónapos, 1 éves korára már csak 50-90 gram a heti elvárt súlygyarapodás, de ez lehet, amikor stagnál, lehet, amikor nagyobb, tehát nagyon-nagyon változó, főleg például kakilt előtte egy nagyot, akkor nem is lesz súlygyarapodása, tehát nem kell aggódni, és mindig a legkisebb súlyához, tehát a vesztett súlyához kell mérni. A következő diá csak nagyon szép, és nagyon szép üzenete van, az, hogy a babák 1 éves koron túl is jó, ha szopnak, ez ti rajtatok múlik, édesanyák, és a babátokon, ha mindkettőknek így jó, akkor csak jót tesztek vele, tehát rá, hajrá. És akkor eljutottunk a hozzátáplálás táplálékoknak a bevezetéséhez, hiszen az első hónapokban még nem lehet arról szó, hogy a babák ne csak folyékonyra tegyenek, hogy amikor sajnos nincs anyatej, vagy nincs donortej, akkor a pótlás a tápszer, majd egy adásban fogunk avval is foglalkozni. Mehetünk tovább a következő diára. Hogyan kell a hozzátápláláson gondolkozni?
most nagyon jó, hogy itt vagytok, mert mindjárt átbeszéljük, hogy hogyan is csináljátok. Mert nektek kell irányítani. Természetesen figyelembe kell venni a babának is az igényeit, de nem ő dönti el, hanem ti tudjátok azt eldönteni, és ezeket azokra az irányelvekre szeretnék benneteket kérni, amikkel meg tudjátok előzni azokat a problémákat, az a különböző ételallergiákat, vasszegényes anémiát, vérszegénységet, tehát ti nektek kell tudatosan táplálni a babátokat, természetesen odafigyelve azért ő rá is. Nagyon javasolják most már a szakemberek, hogy nem a szoptatásnak hátrányaként, de 5 hónapos korba kezdjétek el a hozzátáplálást. Akik most döntően már tápszerrel táplálják a babájukat, azoknak még előbbre csúszhat akár a 4. hónapra is. Ez, amiket most elmondok, tehát ugyanúgy fontos nektek is. És viszont, ami nagyon fontos, hogy a 6. hónap végén el kell kezdeni, találkozniuk kell a gluténnel, és egyebekkel a babáknak, a természetes ízekkel, hogy egészséges és felnőttekké váljanak. Nem kell csökkenteni a szoptatás mennyiségét, eldönthetitek ti, hogy a szoptatás előtt adtok pótlást, vagy után. Ez a ti dolgotok, úgy csináljátok, ahogy akartok. Az a lényeg, hogy a babák mindent megkapjanak, amire szükségük van, a megfelelő és megfelelő mennyiségben. És akkor ez hogy is néz ki ennek a bevezetésnek az üteme? Mehetünk a következő diára, nézzétek meg. De megbeszéltük, hogy 5-6 hónapos korban naponta 1-2 alkalommal adjatok pótlást. A babák nem ízvadászok, majd mindjárt megnézzük azt is, hogy mit. És akkor így havonta, 2 havonta ugrik, hogy akkor utána már 6-8 hónapos korban már akár 3-szor, 9-12 hónapos korban akár 4-szer, és 1 éves kor után pedig eljutunk 1 éves korra, 1 éves kor utára, a normál, ahogy mi is ideális lenne, hogy táplálkozunk, hogy van 3 főétkezés, és van 2 kis étkezés, a 10 órai és az uzsonna. Tehát közben lehet szoptatni, és a magába a mennyiségben és a fokozatosság az érdekes. Egyszer 1-2 kávéskanállal kell kezdeni, és ahogy utána tudjátok, lehet, hogy aztán elég gyorsan tudtok egyre több kanállal adni a babának, és a mennyiségeket és az ételvariációkat is lehet gyorsan változtatni. Megkérem a Klárit, hogy mutasson nektek 1-2 kanalat, hogy mire figyeljetek, amikor kanalat választotok. Mert a kisbabáknak még az ínyét védeni kell, tehát semmiképp sem szabad fémkanalat adni, amíg nincs meg a babának a teljes fogsora. Hát ugye fémkanalat csak 1 éves kor után szoktunk javasolni. Ilyenkor a hozzátáplálásnál, amikor elkezdjük az adagokat, a kis kóstoltatást tulajdonképpen, mindenféleképpen arra ügyeljetek, hogy ilyen nagyon-nagyon puha szilikonos kis kanál legyen. Ezek közül van olyan, aminek a közepén van egy ilyen fény, egy ilyen hőérzékelő csík, és akkor az visszajelzi, hogyha túl meleg lenne az étel, de hát nyilvánvalóan azt vagy megkóstoljátok, vagy rácsöppentetek, vagy cseppentetek ide a kis csuklótokra, és akkor érzitek. Ugye, amikor mi etetjük a picit, akkor nem baj, hogyha viszonylag hosszú, és hát hál' Istennek van egy pár olyan jó étkű picúr, aki hozzászokott ahhoz, hogy a szopizás az folyamatos, úgyhogy én ezt is szoktam javasolni, hogy amikor már megszokta az ízeket, akkor akár 2 kanállal is lehet, mert nem egy ilyen babám van, hogy a 2 merítés között is képes sírni, úgyhogy nyugodtan belethettek egyszerre 2 kanalat is, de a lényeg az, hogy viszonylag pici fejű legyen, mert azért nekik nem olyan nagyon nagy a kis szájacskájuk, de azért legyen öble, és puha legyen, és szilikonos. Ez is például olyan, aminek van egy tappancskája, tehát le lehet tenni olyan helyre, ami
aminél nem billen el, de természetesen azért a sterilizálásról sem feledkezzünk el. Tehát ezek még olyanok, amiket ugye amikor kóstoltatunk, mi 4 hónapos a baba, tehát ezeket az eszközöket is sterilizálni kell folyamatosan. Igen, ugye 4 hónapos az, amelyik nem szopos, így van, és akkor 5 hónapos meg 6, aki szopik. Na most gyakorlatilag arra nagyon figyeljetek, hogy ugye nem lehet, hogy túl meleg legyen, mert utána nem fogja elfogadni a kanalat, de semmiképp sem lenyaljuk, semmiképp sem rakjuk a szánkba, minden, ott követik el az óriási hibát a családok, hogy úgy gondolják, hogy az én gyerekem, és akkor én lenyalom az ő kanalát. Nem szabad, mert a fogszúvasodás és mindenféle tele van olyan kórokozókkal a szátok, amire neki még semmi szüksége nincs, főleg például a fogszúvasodásnak a kórokozóira. Na most, hogyha megnézzük a következő ábrát, akkor ugye beszéltünk róla, hogy az követő kellene nekem, hogy mikor milyen tápanyagokat vezetünk be, és milyen iramban. 5-6 hónapos, illetve akik nem szoknak, 4-5 hónapos korban, hogyha nem anyatej van, akkor tápszer van. De hát ugye most itt a anyatej van felírva, mert ugye mi most az ideálisról beszélünk, de hát azért az is jó, hogyha csak részben szopik a baba, akkor az anyatej plusz a kiegészített tápszer, és elkezdjük a zöldség, gyümölcs, burgonyapüré hússal. Tehát komplettálunk. És ez rendkívül fontos a vas miatt. És a következő időszakban, a 6-7 hónapos korban belépnek a gabona és tejpüré, az ugye ezek a gabonapelyhek, és hozzá az anyatej, vagy a tápszer, és akkor az alkotja a pürét, és akkor rakunk hozzá ugye zöldséget, gyümölcsöt és húst. És akkor a gyümölcspüré az a legkésőbb van, és gyakorlatilag már 11 hónapos korra már egész lecsökken az anyatejnek a mennyisége, amire szüksége van. Gyakorlatilag ilyen fél liter körüli anyatej mennyiség az, amire szüksége van a babának elég hosszan. Tehát arra figyeljetek, hogyha annyi anyatejet nem tudtok adni, akkor, és már jól kajál egyébként a baba, akkor viszont sajnos hozzá kell nyújni a tápszerhez is. És tulajdonképpen így bevisszük azt az energiamennyiséget, amire a babának szüksége van, azt a fehérjét, zsírt, ásványi anyagokat, a vitaminokat, amire szüksége van a babának, mégpedig a zöldséggel, a gyümölccsel, a burgonyával, a hússal és a növényi olajokkal, és akkor ki kell annak alakítani az optimális arányát. Ahogy azt figyeltétek, tehát egy-egy szoptatást havonta, több etetés váltja ki, és akkor így jutunk el, majd egy éves korra a babánál az, hogy már gyakorlatilag már előtte jóval, amikor már ülni tud, odaültethető a családi asztalhoz, és akkor majd már ehet, és majd beszélünk olyan eszközökről is, ilyen etetőálló, meg ilyesmikről a következő alkalommal. Figyeljeni kell az ízek szempontjából is a változatosságra. A babák nem ízvadászok, de jó, ha megtanulják és megszokják. Ezért gyakorlatilag nem csak az a fontos, hogy megkapják a tápanyagokat, hanem hogy szépen egymás után tanítsátok meg nekik a különböző zöldségeknek és a gyümölcsöknek kedveltessétek meg az ízét. Azonban a babánál nem úgy van, hogy egyszer jól elfogadta, és akkor már lépünk is tovább. Először kap 1-2 kanállal, aztán 6-tal, amennyit így igényel. El kell valószínűsíthetőleg 8 alkalomnak minimum telnie ahhoz, hogy ő már jól megszokja és elfogadja azt az ízt, és akkor jövünk mi galád szülők, akik akkor gyorsan áttérünk egy újabb íz megismertetésére. A cukor az száműzött a babának az ételeiből és a só is.
Tehát, hogyha elkezditek például adni neki a húslevesből a nagyon fincsi répácskát, a csirke mellett egyebeket, remek dolog, de akkor, amikor már kivettétek a babának a zöldségeit, és kivettétek a húsikát, akkor sózzátok meg magatoknak arra, hogy el tudjátok fogadni. De ez nagyon jó lesz a későbbiekben is a gyereknek, mert egy csomó gyerek azért nem eszi meg a bölcsődébe, óvodába, az iskolába az ételt, mert ugye megvan ott szabva a só mennyisége, és hát nem érzik az ízeket így. Ezt én megértem, mert mi se érezzük. De ha hozzászoktatjátok, akkor nem lesz a későbbiekben a babának, hanem a természetes ízeknek is örülni fog. Ne csak édeset adjatok a babáknak, mert azt persze jobban szeretik, mert az anyate is édes, hanem meg kell ismertetni őt olyan zöldségekkel is, amivel lehet, hogy magatoknak is még előtte gondotok van, hogy a brokkolit szeretné, a spárgát, a cukkinit, meg az avokádót is, amik hát nem a megszokottak. És akkor nézzük meg konkrétan a következő ábrán, amire még, hogy szebb legyen, képeket is tettünk, hogy hogyan is vezessétek be a gyümölcsöket. Mert annak is van egy üteme. Első az alma, de gyakorlatilag szinte párhuzamosan mehet az őszi barackkal. Most főleg, mert most még lehet kapni ezeket az elképesztően finom fehér barackokat. El is tudjátok tenni egyébként összepépesítve is, el tudjátok tenni kis zacskókba, kis edényekbe, nagyon-nagyon jó mélyhűteni is lehet, hogyha a baba később jut abba az életszakaszba, mert azok a kínjába érett őszi barackok, azok már nem jók, akkor sokkal jobban többet értek vele, ha almát adtok. A sárga dinnye is nagyon nagyszerűen adható. Természetesen a megy meg a cseresznye nyilvánvalóan magozott formában. A szilvát meg kell hámozni, és egy picit, amikor már ezekkel a gyümölcsökkel jól vagytok utána. Imádják a banánt a gyerekek, meg a citrusféléket. Régen ez csak bőven egy éves korra csúszott. Ugyanakkor most kiderül, hogy a C-vitamin felszívódásban és egyebekben rendkívül fontos, tehát igenis adható, és hát ugye ott van a mennyei finom mangó, ha az, hogyha ne erőltessétek, mert ha éretlen, akkor pocsék az íze, meg kemény, tehát ez az akkor nem adható, és hát ugye az avokádot nagyon-nagyon sok gyerek nagyon szereti. És akkor a zöldségeknél hogy néz ki ez a sor? Mert bocsánat, ott a gyümölcsöknél elfelejtettem mondani, hogy ezeket a magvas gyümölcsöket később adjátok, apró magvas, de azokkal sincs semmi baj, csak meg kell figyelni a gyereket, hogy nehogy allergiát váltson ki, vagy nehogy elakadjon valahogy az a kis magjai a málnának például, viszont imádják a gyerekek, tehát meg lehet próbálni kis mennyiségben úgy, hogy ott vagytok velem, de mindig ott vagytok vele, és akkor vannak, akik ugyanúgy, mint az édesanyáknál is szokták mondani, hogy még szoptatsz, ne egyél ilyesmit, és valaki megeszik egy nap, mert ott van a kert végében egy csomó, és senkinek semmi baja nincs, tehát ez is egyéni, tehát igenis lehet, és nem kell vele várni, okvetlen a gyereknek, csak óvatosan és kis mennyiséget az egy-két éves koráig. Na most akkor mehetünk ugye a zöldségekre, hát a sárgarépa, meg a cékla az mindenkinek már tudott, meg a burgonya is. A sütőtököt is nagyon szeretik a gyerekek, ha a túlzásba viszitek, akkor még a kis arcocskája is sárgásbarna lesz, úgyhogy azért jó rá figyelni. A szelőtök, vagy az a normátök, amivel a tökfőzeléket csináljuk, a gesztenyét nagyon-nagyon szeretik, és nagyon tápláló, nagyon vitamindús, és most jön a szezonja, gondoljatok rá. Hát a mángoldalén is egyébként a brokkoli, az is ugye egy vitaminbomba. A mángoldot én se tudtam hirtelen, hogy milyen, aztán megkerestem, és akkor most már akkor így tudom, meg mindegyikünk látott már, de hát nem egy mindennapi dolog. A kelvinból is jó, csak nagyon figyelni kell, hogy nagyon zsenge legyen, mert iszonyú keserű tud lenni, és akkor nem jó, és a spárgát is nagyon szeretik a gyerekek is, de ezek is az idényébe, vagy a fagyasztott formába adjátok. Aminél
A második fázis a zöldségeknek, mehetünk tovább. A kelkáposzta, a karalábé és a karfiol. A karfiolnak nagyon magas rosttartalma van, azért is nagyon ajánlott. Hát ezeket is nagyon jól meg lehet párolni, és nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, de csak akkor, ha gyerekkorukba, tehát ilyen egész picikor, csecsemőkorukba hozzászoktatjuk, mert egyébként még a gondolatától is rosszul vannak, meg nem is ismerik, tehát gyakorlatilag nagyon sokszor panaszkodnak óvónénik, hogy a gyerek semmi más nem akar megenni, csak a gyulai kolbászt, most nem akartam én reklámot csinálni a gyulai kolbásznak, mert semmi mást nem etetik, nem főznek neki, legfeljebb valamilyen táppal. Vannak olyan zöldségfélék, amik nagyon-nagyon fontosak a babánál, de nem lehet mértéktelenül adni, a következő dián soroltam fel, ilyen például a spenót és a soska, amit szintén meg tudnak szeretni. Magas az oxalát tartalma, és ezért csak egyszer. Az rendkívül fontos, hogyha nem tudtok olyan biztonságos forrásból venni a zöldséget, gyümölcsöt, ami biztosan, hogy nincs tele mindenféle vegyszerre, akkor lehet, főleg, hogyha magas nitrát tartalma van, akkor inkább lehet, hogy valóban a bébi étel adása is szóba kerül, az sem baj, és az is nagyon megfelelő, csak ugyanúgy, mint a tápszernél is, hogy nagyon szeretetteljesen kell adni. Most van bennem egy nagyon rossz emlék, vasárnap tapasztaltam, hogy fiatal pár a saját házuknak az ajtajába ordított a gyerek, anyuka nem, hogy bement volna vele, hanem kivette a tápszerport, össze beleöntött hideg vizet, hideg babavíz volt, ez igaz, majd összerázta, és betette a babakocsiba a pici babának, föltámasztotta, és mentek tovább sétálni, hogy mennyi levegőt nyert az a gyerek, hogy miért tartjuk ilyen ridegtartása, hogy hideg vízzel. Szóval mindenhol az, hogy megfelelő mérsékleten, ahogy mi is megennénk, és korszerű konyhatechnikai eljárásokat, de ezekről majd beszélünk. Abban az esetben, hogyha nincsenek biztos helyről és friss, akkor nagyon jók a fagyasztottak is, amiknél viszont tényleg azok, hogy megfelelő módon legyenek mélyhűtve. Sajnálom, hogy Janó majd a következő alkalommal megkérjük, mert ő ennek a nagy tudora, Tisler Janó, megkérjük, hogy beszéljen erről egy kicsit nektek, mert nagyon fontos, hogy milyen fagyasztási módszerrel van eltartósítva az az étel. És aztán nagyon sokszor megijednek az édesanyák, meg az édesapák, hogy furcsa színűvé válik a gyereknek a pisie. Kérem szépen a következő diát, hogy még mélyebben rögzüljön. Így például a céklától, az áfonyától, a rebarbarától, az sem azért mindennapi. A babáknak a pisie bizony piros lehet. A nagy mennyiségben adott sárgarépától, vagy sütőtöktől narancssárga, meg ugye a baba is a sütőtöktől, ahogy mondtam, a bőre is sárga lehet, és a zöld spárgától pedig zöld színűre színezheti a babának a pisijét, úgyhogy erre így gondoljatok. És akkor nagyon sok mindent hagytunk a következő alkalomra, hiszen nem tudtunk még beszélni a húsról, egyebekről, és akkor viszont dinamikusan megyünk tovább, és most nem tudom, hogy mennyi kérdés van, van-e lehetőség? Elég. Mert, ahogyha van? Elég sok kérdés van, vagy hát legalábbis én azt gondolom, hogy azért, ahogy mondták a kollégák, de közben lehet, hogy meg is válaszoltuk már, mire a mondandóknak a végére értünk. Én azt gondolom, hogy ezt most nagyon szépen sikerült összefoglalni, Julika, és nagyjából eljutottunk addig a pontig, ameddig szerettünk volna, és akkor úgy tervezzük, hogy a következő adásunk az egy hét múlva lesz, és akkor folytatjuk részletesen ugye a többi tápanyag bevezetésével. Én ebben azt vettem észre, meg az üzletben is folyamatosan a kismamáimnál, hogy ugye a mi gyerekeink időszakában homlokegyenes más volt a trend. Tehát
a ti szüleitek sem tudnak segíteni ebben, tehát mindenféleképpen, sőt pont ellenkező volt a trend 20-30 évvel ezelőtt, mint ami most kívánatos, de nyilvánvalóan az étkezési kultúránk is más volt 20-30 évvel ezelőtt, meg azért az alapanyagok is ugye sokkal inkább elérhetőbbek azok a gyümölcsök, zöldségek, amik akkor éppen nem voltak. Bármilyen évszakban elérhetőek, de talán tisztábbak is voltak, szóval nehéz szerintem ezt is követni. Ugye az a trend, hogy minél hamarabb vezessük be a glutént, hogy ne legyen annyi érzékenyített kisbaba vagy csecsemő. Viszont ha kiderül már, akkor erre azért vannak speciális kekszek, tápanyagok, tehát szerintem ezt is majd a következő adásban kellene, hogy egy kicsit jobban kimesézzük. Így van, meg hogyha közben valamiket kérdeztek, akkor megpróbálunk arra is sort keríteni, hogy gyorsan a kezdésnél, ha valamit kifelejtettünk, és fontos, és kérdeztetek, mert nekünk minden fontos, amit ti kérdeztek, akkor válaszolni fogunk rá. Egy nagyon kicsit visszatérve, most tulajdonképpen visszamegyünk a természetes fele, visszamegyünk ahhoz, ahogy a ti szüleitek, nagyszüleitek nőttek fel, hogy szoptak, mert döntően ugye még nem is voltak ilyen tápszerek, tehát nem volt kérdés, viszont nagyon hamar elkezdték kiszedegetni például a húslevesből. És törték össze, és nem voltak mindenféle nyomikák, hanem gyakorlatilag a finom ételeket összetörve, és kapták meg a gyerekek elég hamar, és aztán most jött egy ilyen 20-30 év, ami alatt egy egész generációt tudtunk, illetve több generációt egy kicsit idézőjelbe tönkretenni, mert nagyon sok problémával küzdködnek. Akkor... Úgyhogy most úgy látjuk, hogy akkor nincs kérdésünk. Igen, mert akkor a következő alkalommal folytatjuk, és ha nem lesz idő befejezni, hogy beszéljünk a tápszeres táplálásról is, akkor arra fognak időt biztosítani, és akkor azt fogjuk gyakorlatilag külön még egy rövid kis, rövidebb kis etapba elmondani nektek, mert igen, az is nagyon fontos, hogy a tápszeres hozzátáplálás is megfelelően történjen, és az tápszerrel való etetés is megfelelően történjen, mert attól, hogy mi szoptatáspártiak vagyunk, azoknak az anyukáknak is segítséget kell adni, akik már egész pici babánál tápszeres táplálásra szorulnak. Nagyon szépen köszönöm, drága Julika, hogy itt voltál, és megint sok-sok hasznos tanáccsal láttál el minket. Köszönjük nektek is a figyelmet, és bár egy picikét most bele kellett rázódnunk itt a szünet utána az élőadás rejtelmeibe, azért, hogyha egy-egy lájkot vagy szívecskét küldtök nekünk, azt megköszönjük. Megosszátok meg, hogy minél többen megkapják. És osszátok a barátokkal, ismerősökkel, kismamákkal. Ha esetleg olyan kérdés merül fel, ami most vagy nem került felszíne, vagy esetleg most ötlik a fejetekbe, akkor írhattok is nyugodtan, és akkor a következő adásban pedig megválaszoljuk, jó? Tehát vagy az info@minimano.hu-ra, az a legegyszerűbb, hogyha az infóra írtok, és akkor mi összegyűjtjük, és a következő adást akár kezdhetjük is azzal, vagy összegyűjtjük a következő adás végén a kérdéseiteket. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és egy hét múlva találkozunk ugyanígy Julikával. Sziasztok!